Szerintem sziasztok, boldog újra mindenkinek! A Rági Bartomás vagyok, ennek a biciklének a kitalálója és egyben elkészítője. Nyilván sokatokkal előfordult, hogy biciklire ültetek volna, de nem ültetek mégsem biciklire, mert nem tudtátok hova tenni a csomagot. Én ezen sokat gondolkoztam egy dugóban üdögélve, és ott született meg az ötlet, hogy a csomagot nem hátra kell tenni, ahol nem látjuk, leeshet, leophatják, rászkodik a kerék fölött, sem előre, ahol viszont elcsavarja a kormányt, hogyha ide teszünk egy kosarat, hanem itt van ez a középső rész, a középső vászháromszög, aminek a terében ki lehet alakítani egy csomagtárolót. Nagyon meglepődtem, mikor kiderült, hogy még nincsen ilyen bicikli, igazából venni akartam egyet, de nem volt. Így aztán először alumínium váz átalakításával, majd pedig megcsináltam ezt a karbonvázas biciklit, ami egyébként elektromos is, de a lényege az a csomagtároló. Erre van szabadalom. Ebben most egy 20 literes csomagtér van, így lehet nyitni. Belefér egy, mint látjátok a honlapon, belefér egy elég nagy, ez egyébként nem annyira nagy táska, de egy 17 szolos notebook elfér benne, egy 17 szolos notebook táskával. Mik az előnyei? Ugye, hogyha elő van a csomag, akkor elcsavarja a kormányt, itt nem csavarja el. Hogyha elő van a csomag, akkor magasan van, hátul is magasabban van, a hátunkon még magasabban van, tehát emeli a tömegközéppontot. Itt pedig szinte még lejjebb is tudja vinni a kerékpárnak a tömegközéppontját, főleg, hogyha mondjuk egy hátizsákkal veszük a kerékpárost és a kerékpárt együttesen. Védett helyen van, a két kerék között sokkal kevesebb rászkódás ér, mint akár elő, akár hátul, mondjuk elő a teleszkóp védi valamelyest, hátul semmi. Középen viszont ugye a két kerék között kiegyenlítődik a rezgés, tehát a buckáknak a hatása az sokkal kevésbé hat a csomagra, sokkal kényelmesebben, biztonságosabban lehet szállítani, ezért is találtuk ki ezt a szlogent, hogy Business Class for Bags. Ez így egy 20 literes csomagtér, egyébként ez egy prototípus, jó nehéz, 30 kg, lesznek későbbi verziók, most készülnek már a tervek egy újabb sorozatgyártásra szánt verziónak a tervei. Az a verzió az könnyebb is lesz, és egy kicsit alacsonyabb építésű, de a csomagtér nem lesz kisebb, mint ami ebben található. Illetve elképzelhető, hogy lesz belőle motor nélküli, elektromos felszereltség nélküli verzió is, már csak azért is, mert ez így egy elég borsos árat kíván, hogy még haszon is legyen rajta, mert a végfelhasználójára az 5-6 ezer jogok köré tehető nagyjából. Én nagyjából ennyit szerettem volna mondani, még műszaki paramétereket tudok mondani, de a lényeg az ez volt. Tehát a lényeg az, hogy ez egy full carbon váz, alacsony a tömegközéppont, nagyon jó kihasználható, nincs útban, lennek egyébként sokan azt hiszik, hogy ez itt útban van, nincs útban. Csak annak van útban, aki összetett térdekkel biciklizik, van ilyen is, tehát ugye, mint a járás is, meg bármi az változó, hogy ki hogy szeret biciklizni, hogy szokta meg, véletlenül azok is meg tudják szokni egyébként, de nagyon sokan kipróbálták, voltam vele az Eurobike-on, Friedrichshafen-ben, illetve a Stuttgart-i kompozit kiállításon tavaly, és sokan kipróbálták, és semmiféle kényelmi probléma nem merült föl. Én azt hiszem, hogy ennyi szeretnék mondani, még van 2 percem, úgyhogy akkor többet lehet kérdezni, hogyha szeretnétek. Igen? Itt ki lehet, igen, persze ki lehet próbálni. És a 30 kilóval nem mi a 15. Ez egy nehéz motor, tehát prototípus, ugye itt elég sok költség merült fel, ami később nem lesz. A motorra már nem jutott olyan sok pénz, most ugye ez egy olcsóbb motor, ennél fogva nehezebb, sokkal nehezebb, majdnem 7 kiló. Nem, a motor nem saját fejlesztés, ez tulajdonképpen a Nine Continent motornak megfelelő, ugye ezt gyártják sokféle néven. Az akkumulátor az saját fejlesztésnek, azt külön meg kellett csinálni, mert ugye azok az aksik, amiket tárolnak elektromos biciklik, az általában azok hosszúak és vékonyak. Ugye vagy ide rakják őket hátra, vagy pedig a vázba ide valahol, vagy ide szokták még. Ezek általában hosszú vékony aksik, nekem pedig itt van bent az akkumulátor. Egyébként még mutatok egy érdekességet, le kell tennem a mikrofont. Tehát itt van egy közel 4 méteres kábel, a végén a dugbila, és ezt így bárhol lehet tölteni.
prototípus. Igen, voltak még kérdések valamit, igen. Senki más nem kérdezik. Ebben most hány kilométer van ebben a gépben? Körülbelül 1500. Nem olyan sok, ugye egy éve készült el, de tényleg nem tudtam használni, nyáron pedig technikai okokból, magán jellegű okokból egy garázsban volt, és nem tudtam csak nyár közepétől, és azóta nem bele ez a 1500 kilométer. Voltál vele messzebb távon is? Tudom, hogy lementél vele a vidékre, vagy ilyen is? Voltam itt, ott Visegrádon voltam egy pár szó, Szentendrén, meg a Budai hegyekben, erre arra, igen, messze nem. Igen? Nagyon üzletinek néz ki a kivitelezés, és nagyon, nagyon tetszett. És a kérdés az, hogy igazán a tároló egységet, azon gondolkoztál-e, hogy más bicikli struktúrákra vagy keretekre, keretekbe hogyan lehetne beilleszteni, mert igazán szerintem a hosszú távú speciális kompatibilitás az úgy nagyon segítene a dolognak. Gondolkoztam ezen, vannak ugye olyan táskák, amik ide mennek ebbe a vászáromszögbe, de általában nem elég nagyok ahhoz, hogy rendesen használni lehessen őket. Másrészt pedig ezek általában oldalra nyitható táskák, cipzárosak. Ennek az a nagy előnye, hogy itt az egyik oldal az teljesen kinyitható, tehát bele tudok tenni egy közel akkora tárgyat, mint ami belefér. Az oldalban nyitható táskába csak kisebbet lehet betenni, meg valahogy bele is kell billenteni. Tehát magyarán a váznak az alapvető struktúrája az mindenképp szükséges hozzá. Igen, igen. Erre van egy szabadalmi bejelentés, és az gyakorlatilag a csomagteret magába foglaló vázra vonatkozik. De akkor hobbistáknak gondolom, majd később lehetőség van arra, hogy az összes többit ráépítsék tetszés szerint. Vagy csak kiknek? Hobbistáknak. Ja, persze. A profiknak. Igen. Mi a legnagyobb szélessége? Ennek a legnagyobb szélessége 16 centi. Egyébként hozzátartozik a dologhoz, hogy egy picit keskenyebb lenne, 15 lenne. Csak ugye ez egy prototípus, ez úgy épült, hogy először kifaragtam polisztirolból, és utána ráépítettem a rétegeket. És hát nem vettem figyelembe, hogy lesz egy falvastagság is, pontosabban, mert nem volt kedvem figyelembe lenni. Úgyhogy ez ilyen lett, egy picit kapcsú lenne az egész az eredeti tervek alapján. És egyébként hát nem is indokolt, hogy ilyen széles legyen, mert a nyílás az itt 14 centi körül van, 13-14 centi, de előöblösödik, tehát mondjuk ha nem tudom, hogy paradicsomot szállítok benne, majd díszhalat, akkor van értelme, hogy szélesebb lenne, de ja, egyébként ezt nem mondtam még, hogy hát vízállóra terveztem, nem lett teljesen az, de a végleges verzió az lesz természetesen. Ezzel jöttél most? Igen. És hogy jött? Följött. Jó. Ezen a lépcsőn fel tud még jönni. Igen. Miért ilyen Bosch az ára? Hát egyrészt maga a karbon technológia az egy elég költséges technológia, sok kézi munkát igényel. Másrészt az elektromos rendszerek, a jó rendszerek, ez nem az. Ez se rossz egyébként, ez egy olcsó rendszer, az igazán jó rendszerek, középmotoros rendszerek, azok nagyon drágák, tehát ilyen 1000 euró fölött vannak. Az egy nagy kerülés. Ennek nem, amit majd gyártani szeretnénk. És amit még nem mondtam, hogy befektetőket keresünk. Kampányt indítok rá, és akkor majd két-három év múlva. Nem két-három év. Nem, az üzleti terv az készül, most már áll valahogy, és költségtervek is készülnek, mindenféle rész. Tehát még nincs kezdve, mert mindenből van valami. Úgyhogy hamarosan lesz üzleti terv. A modell az, hogy hát egy ilyen full elektromos karbon verziót szeretnék alapvetően gyártani, de elképzelhető egyedi meg ennél is alapjármást is elkészítünk. És látom, hogy a Cseppelnek csinálni. Igen, a Cseppel segített kimenni az Eurobike-ra, kivitték a biciklit, kaptam a standot, tehát voltak ilyen kisebb segítségek, meg megmondani, hogy lesznek is. Tehát van egyfajta együttműködés a Cseppel. Mennyien vagytok a csapatban? Egyelőre négyen. Egyébként az egyik tag úgy hívják, hogy Nádasi Gábor, nem tudom, ez a név biztos van, akinek mond valamit.
ő készítette a Stream Bike-nak a karmoszámos fiaszkóját. Köszönöm. Igen. Ez egy teljesen elektromos ringa, nagyon könnyű vele közlekedni, akkor miért nem jobb a hátizsák? Miért kell a csomagtartó? A hátizsák, igazából én pont a hátizsák miatt csináltam, mert én nagyon nem bírom a hátizsákot. Én sem szeretem. Hát egyrészt ugye a hátizsák az a hátunkon van, tehát nem a bicikli viszi, hanem mi. Másrészt a hátizsákba belézadunk, és utána leveszünk, akkor mi nem is rázunk, de minden esetre belézadunk. Ha bármire szükség van, akkor azt le kell venni, utána vissza kell venni kényelmetlen, szóval nem igazán jó megoldás. Ráadásul a hátizsák, tehát ugye ennek az előnye, hogy nem vagyunk egyfajta táskához kötve, tehát amilyen táskát szeretünk, olyat teszünk bele. Aki a hátizsákat szeretné bele tudja tenni azt, aki az ilyen kézi táskákat azt is bele tudja tenni, aki ne az acskóval közlekedik, azt is bele lehet tenni. Tudom, és a hátizsákot is lehet nagyon vaskóba tenni, tehát bármit lehet. Valaki? Akkor hát a kérdés, köszönjük szépen!